Na, kincsőke, mit evett a kincsőke? Jó volt, drágám? Finom volt? Igen. Ó, örülök neki. A kincsőke azt mondja, hogy finom a leves. Mónikám. Józsi, elnök úr. Finom, de itt van ám a töltött combis, és van még ebből körülbelül 50 darab töltve. Sziasztok! Tehát a születésnapomra készülünk, kis vacsora, és utána jön a buli, és akkor ide is beérkezik, mert hogy most 6 lányom van. Itt van az egyik lányom, a drága Melissa, a kedves vejemmel, a barátaim, főtitkár úr és elnök úr, ügyvéd úr, és itt a Mónika, aki nagyon sokat adományozik, és a fia, és a kislánya, hát egy csodálatos gyermekek. És akkor itt van a Henny lányom, itt van a Sharon lányom, itt van a Sisi lányom, a gyerekek, unokák, itt van a Dávid vejem, és akkor még nálunk itt van a... Na, rakom. Még megvan a karácsonyfánk, és azt majd kicsit majd... És akkor itt az ajándékok készülődnek, de az igazi ajándék, drága barátai, gyermekeim, igaz testvérem, az igaz érték az, ami ott van a szívetekben. És ott van a szívetekben az igaz szív, akkor jó testvéreim, jó gyerekeim vagytok, már pedig lenne, jók vagytok. És így érdemes volt, megszülettem, nektek meg főleg szeretteim, gyermekeim, unokáim, vejeim, jó testvére, jó barátaim. Fontos, tudjátok, ez az élet, az a 70-80-90 év azért nem olyan hosszú, azt azért ne felejtsétek el, de én azt gondolom, hogy az a bizonyos szeretet, amit itt összegyűjtünk, és amit egymásnak átadunk, az a legfontosabb, akkor tudunk mit vinni majd a mennyek országába. Nem a gonoszságot, nem a rosszságot, a bűnözést, hanem a jóságot, és az a legfontosabb dolog. És akkor a mindenható atya azokat, akik ilyenek, azokat rászorokkal várja, és magához öleli. Mi meg őt. A gonoszoknak nincs belépése mennyországba. Úgyhogy azok, akik rosszak voltak, vagy most is azok, vagy gonoszak, érdemes megváltozni. Én csak ezt üzenném nektek, születésnapom alkalmával. És kívánom mindenkinek, drága szeretteimnek elsősorban, de minden embernek, a kollégáimnak, hogy sok-sok születésnapotok legyen, 80 évtől, 80 születésnaptól, fölfelé. Ezt kívánom magamnak is, nektek is, mindenkinek. Kicsit még ide bele. Tekintjük, most jönnek még a vendégek, csak közben egy kis rövid videót így készítettem, hogy így belelássatok abban, hogy zajlik, és hogy milyen légkörbe, de aki megnézi ezt a picike kis rövid videót, szerintem az érzi, hogy itt valami kisugárzik, és ez a jóság. Ezt Isten adta nekünk, és adjon mindenkinek, akinek nincs. Áldást legyen veletek, sziasztok!